Vonattal jött Debrecenbe. Miért döntött így? Milyen élményei voltak? Tudnál ajánlani a magyar államvasutak szolgáltatásait másoknak is? Én szeretek vonattal utazni. Nyilván nem ugyanaz az élmény, mint hogyha Nyugat-Európában, hogy a világ szerencsésebb történelmi fejlődési országaiban megy az ember, ahol sokkal gyorsabb, talán kényelmesebb az utazás, de én szeretek vonattal menni, nem volt semmi gond. Tele volt ugye ez az Intercity a Tisza párt szimpatizánsaival, szerintem nagyjából az egész vonat mi voltunk. Azon kívül, hogy a klímaberendezés néha leállt, és az kellemetlen volt, mert nagyon meleg nap volt ma. Szuper volt, és én ajánlom mindenkinek. 2010 előtt számos mellékvonalat, vasúti mellékvonalat zártak be, Hajdú-Bihar megyét is érintették ezek a bezárások. Ezek közül a Fidesz egyetlen egyet sem indított újra. Viszont azóta bezárt újabbakat, ha nem is Hajdú-Bihar megyébe, de bezártak újabbakat. Lépne ebben az irányban valamit a Tisza párt? Én nem is értem egyébként a magyar vezetőket az utóbbi 20 évben, Orbánékat meg Gyurcsányékat sem, hiszen 20 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, és az Európai Unió egyik zászlós hajója az a vasútfejlesztés. Tehát infrastruktúra fejlesztésben talán a vasútra költ a legtöbbet az Európai Unió, és az összes szomszédos ország, az új és a régi tagállamok is, hiszen az egyik leggyorsabb, sőt a leggyorsabb, legbiztonságosabb, és a többi országban ugye a legpontosabb közlekedési eszköz, lehet rajta dolgozni, de tényleg. És mi nem azt, hogy nem fejlesztjük, vagy persze volt egy-két fejlesztés, tehát vannak motorvonatok mondjuk a budapesti elővárosi közlekedésben, néhol cseréltek, néhol villamosították a pályát, de nem olyan régen láttam, hogy a Balatonon visszahozták azokat a know-how mozdonyokat, amelyik Svédországban 25 vagy 30 éve is már a vasúttörténeti parkban voltak, és nem ilyen nosztalgia utazásra hozták, mint a gőzösöket, hanem ezt komolyan gondolta a MÁV 2024-ben, hogy 40 ezer milliárd forint uniós támogatás után, és egyébként nem tudom mennyi idő eltelt, tehát visszahozza a know-how mozdonyokat. Szóval azt tudom mondani, hogy természetesen lépni kell, megszüntetni, bezárni valamit mindig nagyon könnyű. Ez vonatkozik a kórházakra, vonatkozik a vasúti pályára, de lehet egy villamos pálya is. Utána azt újra nyitni, az olyan nehéz. Úgyhogy én biztos, hogy megvizsgáltatnám, és biztos, hogy megnézném, hogy vajon miért. Persze autópályára költöttünk, gyorsforgalmi úton nagyon sokat költöttünk, mert abban el lehetett sok mindent lopni. Tudjuk nagyon jól, hogy mennyiért építették az autópályák kilométerét. Most egész extrém példák vannak egyébként Zala megyében a legújabb tervezéseknél. Tehát ott megy 6-8-10 milliárd forint per kilométeres, miközben Horvátországban meg mindig 1-2 milliárd forint per kilométeres ügyek vannak. Tehát mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetnék a vasútvonalra. Azt, hogy a korábban 10-15 éve bezártakat még újra lehet-e nyitni, vagy érdemes-e újra nyitni, azt meg kell vizsgálni. Hogy próbálják mindig összehangolni a volánnak, meg a MÁV-nak a menetrendjét. Nem tudom, mennyire sikerül, én elég rémsztorikat hallottam belőle, hogy mennyire tudja kiváltani egyébként a volán. De az biztos, hogy ahol nincsen vonat, vagy nincsen forgalom, tehát ahol nincsen igazi igény rá, mondjuk csak két ember, azért nem érdemes egy szárnyvonalat fenntartani. Tehát ez meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e. Közben ugye előregettek a falvak, elnéptelenedett egyre több település, tehát ez a fő probléma, hogy erről beszéltem, hogy most már 220 ezer lakatlan ház van a magyar falvakban, folyamatosan néptelenedik el a vidék. Nyilván melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát egyre több fiatal elmegy, mert nem tud közlekedni, nem tud bemenni a munkahelyére. Mondjuk csak két busz jár egész nap, akkor ez nyilván egy ilyen öngerjesztő folyamat. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi forrásból hogyan lehet rekultiválni, vagy feléleszteni a magyar falvakat. Mondjuk több mint fél millió ember kinnél ugye a külföldön, Nyugat-Európában, azokat haza lehet-e hívni, ha igen, akkor milyen kedvezményekkel, milyen programokkal tudjuk esetleg kis településekre hívni őket. Hát erről is fog szólni a mi hazaváró programunk a Tisza pártnál. Debrecenben a magyarországi reformáció központjában megkerülhetetlen kérdés, és ön is beszélt a kegyelmi botrányról. Csak érintőlegesen. Én csak érintőlegesen. Így van. De szerintem megkerülhetetlen kérdés, ugyanis a református egyházat, a református közösségeket nagyon komolyan megrázta ez az ügy. Mit üzenne azoknak a reformátusoknak, akik máig szégyent és felháborodást éreznek az ügy kapcsán? Hát elsősorban Balogh Zoltán püspök érintettsége miatt, amiatt, hogy nem mondott le még a püspöki tisztségéről. Az egy dolog, hogy nem mondott le, de hogy a református egyház nem tudja kivetni magából, nekem az inkább furcsa. Nekem a nagyapám az egy nyakas református volt, ide járt a debreceni református kollégiumban 1945-től, 11 éves korától, és ő ugyan két éve meghalt, de elhunyt, de nagyon rosszul érezné most magát, ha még élne. Hogy ő is református, és Balogh Zoltán is református, ráadásul püspök.
megmondom őszintén, hogy én többre nézem és többre tartom a reformátusokat, és sokkal karakánabbnak a történelem, a magyar történelem során, úgyhogy én szerintem ez ilyen hetek kérdése, és Balogh Zoltán nem lesz református püspök, úgyhogy ezt tudom üzenni neki, hogy élvezzék ezt a pár napot még. A helyében egyébként biztos, hogy lemondtam volna már csak a szégyen miatt is. De mit üzenne a református közösségeknek, akiknek az, hogy lépjenek föl, ne hagyják magukat, és ha jól gondolom, akkor Tar Zoltán, ugye református lelkész, ami európai parlamenti képviselőöltünk, részletesen beszélt arról, hogy minden egyházi bírósági eljárásokat indítottak azért, hogy el tudják mozdítani Balogh Zoltán, szóval szerintem ami késik nem múlik, de nyilván ezt a híveknek kell, és a református egyháznak kell kikényszeríteni, hát azt nem lehet, hogyha egy emberként fölállnak a református hívek, és nem csak a tisztségviselők, akkor Balogh Zoltán ott maradhat. Egyre kellemetlenebb lesz mindenkinek, szerintem a kormánynak is kellemetlen az egész szituáció. Nem is érti az ember, hogy Balogh Zoltán pontosan mit akar és miért ragaszkodik, hát mindenki tudja, hogy ő már itt igazából nem fog tudni labdába rúgni, mert mindig is csak egy megbélyegzett ember lesz. Egészen addig, amíg bocsánatot nem kér. Ugye én piarista voltam, egyáltalán nem református, de azt tanultuk, hogy a kereszténység alapja a megbocsájtás, de megbocsájtani csak annak lehet, aki bocsánatot kér. És se Balogh Zoltán, se a kormány, se senki nem jutott még odáig 3 hónap után, hogy a Bicskei áldozatoktól bocsánatot kérjen, vagy a kegyelmi botrány miatt bocsánatot kérjen. A Tisza párt által vezetett Magyarországon hogyan alakulna az állam és az egyház viszonya? Mi történne például az egyházi iskolákkal, óvodákkal? Lennének olyan feladatkörök, amiket visszavennének az egyházaktól? Én alapvetően hiszek, ugye nem, én ez a magánvéleményem, mert a párt erről még nem alakított ki véleményt, de én alapvetően hiszek, annak ellenére piarista diák voltam, az állam és az egyház szétválasztásában. Szerintem ez a modern, nem is tudom, köztársaságoknak, demokratikus országoknak, jogállamban ez az egyik alapelve. De ez nem azt jelenti, hogy ha az egyház átvesz feladatokat, vagy átadnak neki feladatokat, szociális, egészségügyi oktatást, akkor azt nem lehetne ugyanúgy finanszírozni, hogy eddig. Az már kérdéseket vet föl, hogy vajon miért kell ezt ilyen erőszakosan és ilyen tömegével csinálni, hiszen tudjuk, hogy az egyház előregszik. Szó sincs arról, hogy egyébként itt a magyarok többsége egyébként hívő lenne, bármelyik egyházról is beszélünk. És ez nem tesz jót az egyházaknak, se szerintem az egyházak megítélésének sem tesz jót, hogy folyamatosan kapják vissza, vagy kapják meg olyan oktatási intézmények felügyeletét, vagy egészségügyét, ami sose volt az egyházaké. Mert az egy dolog, hogy még régi egyháziskolákat még mindig visszaadnak, bár egyébként nincsenek szerzetesek és nincsenek papok, tehát ez már csak ki papíron egy egyházi, ez már inkább egy ilyen üzlet. Ez egy dolog, de azt már olyanokat is átadnak, amik sose voltak egyháziak, és ezzel mondjuk nem értenek egyet a szülők, vagy a tanárok, vagy a diákok, vagy ezekből egyik se. Azt szerintem kontraproduktív, és szerintem nem jó se a református, se a katolikus egyháznak, se az evangélikus egyháznak, se a zsidó egyháznak, se semmelyik történelmi egyháznak. A magyar vidéket máig sújtó probléma a szegénység, több millió embert érint. Hogyan lehetne a Tisza párt szerint felzárkóztatni az elmaradottabb térségeket? Milyen konkrét lépésekkel lehetne jelentősen javítani az életet? Hát ez egy olyan komplex kérdés, ami egy egész estét megérné, vagy egy hetet is. De az biztos, hogy ugye a Fidesztől azt halljuk, hogy ők a vidék pártja, ők a családok pártja, ők a gyerekek pártja, és ők a keresztény kormány. És mindig csak azt nézem, hogy vajon mi történt volna ezzel a vidékkel, hogyha nem a családok és a vidék pártja a Fidesz, hiszen ahogy mondtam, 220 ezer lakatlan ház van. 750 ezer családi gazda volt 2010-ben Magyarországon, ma 250 ezer van. Folyamatosan áramlanak el, és nem csak a kis településekről, hanem már megyeszékhelyekről is a fiatalok, vagy Budapesten, de leginkább külföldre. Minden második fiatal jelenleg azon morfondírozik, hogy elmenjen külföldről Magyarországról. Tehát szerintem alapvető strukturális problémák vannak. Van, aki pénzügyi, gazdasági ok, megélhetési okok miatt megy el, mert ugye megélhetési válság is van, 20%-kal csökkent a nettó átlagbér, 40%-os infláció volt összességében Európa rekorddal. De nagyon sok ember azt mondja nekünk fiatal, hogy igazából a hangulat miatt, mert nem akar egy olyan országban gyereket nevelni, ahol nem kap megfelelő oktatást, nincs megfelelő egészségügyi ellátás, stb. Szóval nagyon sok helyen kell. Mi szeretnénk, nyilván azt mondtuk, hogy ez egy alapvető vállalás, hogy a családi pótlékot rögtön a duplájára kell emelni, ez nem fogja megoldani a szegénységet, de legalább odaig eljutunk, hogy ne mély szegénységben nőjenek föl egyes gyerekek, akik nem tehetnek arról, hogy milyen családba születtek, hogy a szüleik éppen egészségügyi vagy másokból nem tudnak dolgozni, ezért adókedvezményt igénybe venni. Biztos, hogy koncepcionális változásokat kell a falvakkal is csinálni, tehát ahogy mondtam, hogy vonzóvá tenni a külföldön élő magyaroknak is, hogy visszajöjjenek, speciális programokat az agrár területén, az élelmiszerfeldolgozás területén, és nyilván az infrastruktúrákba is kell fektetni, és nem feltétlenül autópályára gondolok és gyorsforgalmi útra, hanem az 5G-re, egy csomó olyan dologra, ami egy fiatalnak vonzó lehet, hogy oké, nagyon szép természetben élek, jó levegőn élek, de mégis tudok ugyanúgy egy home office-ba,
hogy talán jobb egy home office egy olyan házban, ahol van egy nagy kert, és a kisgyerekemet ki tudom engedni, mint mondjuk egy lakótelepen a 9. emeleten. De ahhoz az kell, hogy olyan szolgáltatások legyenek abban a faluban, hogy ne kelljen 50 kilométert elmenni vásárolni valamit, vagy óvodába elmenni, vagy bölcsőde. És ugye ez is a baj, hogy mondja a kormány egy családbarát, de a legtöbb kistelepésen bezárták az óvodák, bezártak a gyermekorvosi ügyeletek, bezártak a patikák, tehát nagyon nehéz gyermekkel, felnőttként is, de gyermekkel nagyon nehéz megélni ott. Igen, ehhez kapcsolódik, és erről is egy egész estén keresztül lehetne beszélni. A szegénységben élőknek egy jelentős része roma-magyar állampolgár. Hogyan lépne fel, fellépne egyáltalán a Tisza párt, egy Tisza párt által vezetett Magyarország az önkormányzatok, illetve a többségi társadalom szegregációra való törekvéseivel szemben? Igen, ez tényleg komplex kérdés. Beszéltem több roma szervezettel, szakértőkkel, olyan beszéltünk olyan projekteket, amik nagyon jók és nagyon előremutatóak. És egyébként a kormánynak is van egy ilyen programja, ez a 300 felzárkózó település, amit Becsei H. Miklós csinál, aki a Máltai Szeretett Szolgálatnak egyben azt hiszem a alelnöke. Én azt egy nagyon jó programnak tartom. Persze mindez idő kell, elvileg erre van pénz is, de ez csak a jéghegy csúcsa. Ugye a roma társadalom egy komplex és nem egységes társadalom, nem homogén, hanem heterogén, teljesen különböző nyelvjárásokkal, teljesen különböző problémákkal egyébként, mert ugye sokan azt csak egy szociális problémáként azonosítják, és hogy több pénz kell, és nem tudom, nem erről van szó, ugye vannak teljesen más típusú problémák, ahogy ön is mondta, a szegregáció, más előítélet, meg egyébként az, hogy vajon kinek kell a romák problémáját megoldani, vajon meg lehet egységesen oldani. Szegregáció ellen ingyen fel kell lépni, egyformája elfogadható a szegregációnak, hogyha azt önmaguk kérik. Mert vannak olyanok, amikor a roma szülők kérik azt, hogy mondjuk egy iskolába beírhassák a gyereküket, mert úgy érzik, hogy speciális figyelmet kapnak, több tanár van ott, meg ilyenek. Az nyilván, hogyha egy önkormányzat teszi ezt, vagy egy egyház teszi, ugye erről voltak bírósági, európai bírósági ítéletek, az nem elfogadható. Köszönöm, és még egy nagyon gyors kérdésem lenne. Hajdú-Bihar megyében lesznek olyan jelöltek az önkormányzati választáson, akiket a Tisza párt támogat? Hogyha már meg tud nevezni ilyen jelölteket, akkor megköszönöm, hogyha megnevezi, hogyha nem, akkor mikor lesznek ezek a településeken nem fogunk tudomásom szerint Hajdú-Biharba támogatni települési önkormányzati jelölteket, polgármesteri jelölteket, viszont Hajdú-Bihar megyei listát fogunk állítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, jó munkát.